Szép jó napot kívánok, a nevem Johann. A németül már elhangzott cukor szerepéről és a 24 órás koplalásról szeretném beszámolni, magyar nyelven is. Üdvözlök benneteket! Röviden a cukorhoz. A cukor a szervezetünkben egy nagyon fontos szerepet játszik. Majdnem minden ételből cukrot gyárt a szervezetünk, és azzal látja a sejteket napközben és normális körülmények közt. A mitochondriákban, azok a gyárközpontok, abban lesz eldolgozva a cukor, és ha rákbetegségről van szó, akkor tudjuk, hogy ez a rendszer nem működik, tehát felbillenik, oxigén hiány alatt eljedni kezd a sejt, és a cukrot nem ATP ciklusban dolgozza el, nem ATP ciklusban nyerje az energiát, hanem erjed. A rákbetegség esetében érdemes a cukrot csökkenteni. Tehát ez a nagy cukor mennyiség, amit megeszünk, ez nem természetes, és a szervezetünk erre nincs felkészülve. Tehát 100 000 évig nem igen volt cukor, hanem növényi anyagokból táplálkoztunk, egy kis állati proteinnal és fehérjével alátámasztva. Még évszázad forduló elején 0,7 kg cukrot fogyasztottunk fejenként, most ez az érték 37 kilónál tart évente. Ezzel a mennyiséggel a szervezetünk nem igen tud bánni. Tehát itt vannak a problémák elásva, nem vagyunk építve ennyire sok és állandó cukorellátáshoz. Ez olyanokat okoz, hogy gombabetegségek szaporodnak bennünk, amelyeknek másképp nem igen lenne helye, és ezek a gombák, candida gombák és különböző fajai, annyira alattomosak, hogy az anyagcsere köz anyagai hasonlítanak azokhoz az híradó anyagokhoz, amelyek az agyat abból értesítik, hogy csökkenik a cukorszint, és az agy éhséget képez, és követeli az utánpótlást. Annak ellenére, hogy nem igazán cukor, süllyedő cukorszintről van szó, hanem ezt csinálják a gombák. És a gombák megint a cukor fogyasztás miatt teremnek meg bennünk. Ez is az egyik oka annak, hogy klórdioxiddal ezt meg tudjuk oldani. Tehát klórdioxiddal lépünk fel a gombák ellen. Most igen sokszor, amikor az ember keveset eszik, és ilyen gombafajok vannak benne, akkor farkas éhséget képez a gombának a vájadéka. Tehát ezt klórdioxiddal le lehet állítani, és igen gyakran hallom, hogy az embereknek nehezére esik kevesebbet enni, és az nehéz is, vagy koplalni. Tehát egyszerűen nehéz. A rák betegség esetében fontos lenne a sejteket, amelyek kizárólag cukorból táplálkoznak, éhezni, hagyni, úgyhogy megvonjuk tőlük a cukrot. Ez következőképpen lehetséges. Amikor alszunk, akkor a csökkenő cukorszint a hasnyálmirigy receptorjainál süllyedő cukorszintet okoz, tehát ott észlelik a süllyedő cukorszintet, és a hasnyálmirigy értesíti az agyat, hogy süllyedő cukorszint és utánpótlásra van szükség. Amikor alszunk, akkor melatonin hormonok megakadályozzák, hogy az agy tudomást szerezzen erről, és hogy ne halljunk éhen az éjjel, a máj keton testecske gyártással ellátja a szervezetünk sejtjeit. Ez nagyon jól működik,
tehát nem ébredünk meg, és ahogy süllyed a cukorszint, úgy a máj egyaránt elkezdi gyártani zsíradékból, proteinokból a keton testecskéket. Amikor az éjnek vége van, reggel tájt, akkor a máj már egy részét az állandó ellátásnak átvette, és keton testecskékkel ellátja a szervezetet. Talán sokan tapasztaltak már, hogyha este sokat eszünk, akkor reggel éhség érzéssel ébredünk. Ez azért van, mert akkor még süllyedő cukorszint van reggel a vérben, és olyankor már semmi nem akadályozza meg az agy értesítést, és akkor éhséget érzünk ezáltal. Tehát az esti táplálkozással befolyásoljuk a reggeli éhség érzést. Ezt is fontos tudni. Ha most reggel nem eszünk, akkor a máj tovább is ellátja a szervezetet, tehát nem hagyja abba. A legkisebb cukorbevitel leállítja a máj keton testecske produkcióját, és a szervezetünk átáll cukortáplálkozásra. Tehát semmit nem szabad enni, ha az ember koplani akar, és nem akarja, hogy éhségérzés támadjon, akkor semmit nem szabad enni. Egy szilánk cukrot sem, és egy harapás kenyért sem. Csak fűszerteákat iszunk ilyen esetben, és így elkezdhetjük a napot koplalással, és érdekes módon észre fogjátok venni, hogy nincs energiahiány. Tehát ez nagyon érdekes, hogy a máj tényleg tökéletesen ellátja, és ez logikus is, ha az ember nem tud enni, vagy nem jut, akkor nem halhatunk éhen. Általában olyan 30-40 nap tartalék van rajtunk, tehát a high réteg olyan sok energiát tartalmaz, és jóformán minden éjjel a szervezet egy kicsit hozzányúl a tartalékokhoz. Ha ezt most nem állítjuk meg reggel, hanem folytatjuk, úgyhogy nem eszünk semmit, hanem csak fűszerteákat iszunk, és ezt egész nap betartjuk, akkor észrevesszük, hogy először is nincs éhségérzés, nincs energiahiány, mert a máj tökéletesen ellátja a szervezetet energiával. Én egy ilyen átkoplalt napon, 22 óra után rászálltam a biciklire, és egy óra hosszig 21,5 kilométert hajtottam, többet nem bírok, és észrevettem, hogy, vagy hát nem vettem észre, hogy energiahiányom lett volna, sőt, meg sokat tovább is tudtam volna venni, és ez egy nagyon jó érzés. Nincs energiahiány. Tehát, hogyha így átvészeltük, vagy átvittük a napot, akkor akár este sportolni is lehet. Vannak ismerőseim, akik ezt rendszeresen csinálják, és este 15 kilométert futnak egy koplat nap után, és nagyon jól működik, és ilyen esetben az ember este eszik. Azáltal, hogy egész nap nem éreztünk éhségérzést, nincs is meg az az érzés, hogy valamit be kéne hozni, ami napközben elmaradt, mert nem érezzük. Tehát nincs éhségérzés. Ezt egy kicsit gyakorolni is lehet. Van, amikor a szervezet az állandó cukorbevétel által elfelejtette, hogy kell keton testecskét gyártani, vagy a gyártott mennyiség nem elegendő. De általában ez nagyon jól működik. Tehát mindenki, aki 6, 7 vagy 8 órát át tud aludni, annál működik ez a rendszer. Van egy nagyon túlsúlyos ismerősöm, jóval több mint 200 kiló súlya volt neki, most már nincs, és mi beszéltünk erről, és azt mondta, hogy ember, ha én 2 órát nem eszek, éhen halok. És hát mondom, hogyha át tudod aludni az éjjelt, akkor nálad is működik ez. Ő enyhén cukorbeteg, és azt mondta, hogy jó, ő megpróbálja. A délelőtt 9 és 10 óra között telefonáltunk, és akkor azt mondta, hogy érdekes módon még nem érez éhséget, úgyhogy még jól van.
és olyan 2 óra után hívott fel, hogy most már úgy érzi, hogy sürgősen enni kéne neki, hát mondom, jó van, akkor egyél. És akkor majd hónap 1 órát ráteszel. 1 órában meghosszabbítod a koplolás időszakot. És ezt meg is csinálta, nagyon jól működött neki, most már több mint 50 kilót leadott, egyszerűen, és tényleg éhségérzés nélkül. Ez egy nagyon jó módszer, főleg rákosoknak, az önsegítő csoportokban alkalmazzuk ezt, mert jóformán az embernek a szervezetében egész nap csökkent a cukorszint, és csak este, egy rövid időszakban, tehát olyan 18-19 óra után, akkor eszik. És ahogy mondom, mivel nem volt egész nap éhségérzés, nem is érezzük, hogy valamit be kéne hozni, lehet, hogy eleinte az ember nagyon neki kezd enni, de 1-2 nap után rájön, hogy erre nincs szükség. Tehát nem kell tartalékot enni, nem kell tartalékolni, mert van rajtunk elég, és a szervezet így, ezen a formán hozzá tud nyúlni. Nem szabad egész nap enni semmit, tehát ezt nem szabad megszakítani. Amint eszünk egy harapást, a máj azonnal abba hagyja a tartalékokból fogyó energiavonást, merítést, és a szervezet átáll cukorrendszerre. Megtörtént velem egyszer, hogy szőlőt láttam a munkahelyemen, és elfelejtettem, hogy igazából nem akarok enni ma, és elkezdtem enni. És tényleg úgy volt, hogy nem telt el 1 óra, és nem is, hogy éhségérzésem támadt, hanem majdnem reszketni kezdtem az energiahiánytól. Tehát elkezdtem fázni, és reszketni az energiahiánytól. Olyankor nincs mese, muszáj enni. Vagy hát az ember nagy nehezen végrehajtja, hogy nem eszik, de nincs szükség rá. Ha úgy kezdtük a koplalást, hogy reggel nem eszünk, akkor egész nap nagyon egyszerűen ki lehet bírni, evés nélkül. Most már igen-igen sok, több mint 700 visszajelzés jött, nagyon túlsúlyosoktól is, és rákosoktól is, és egyhangúan úgy számolnak be, hogy nagyon egyszerű így. Tényleg nagyon-nagyon egyszerű nem enni. Ezt amúgy onnan kopintottam, hogy van az a módszer, hogy egyik nap enni, a másikat nem, tehát mindig a második nap, a következő napot kihagyni, és aki ezt kipróbálta, azt úgy számol be, hogy ez nagyon egyszerű, tehát sokkal egyszerűbb, mint kevesebbet enni, vagy megfelezni az ételt, ahogy sokan mondják, az tényleg nagyon nehéz. És most itt a magyarázata neki, hogy amikor a cukorháztartást követi a szervezetünk, akkor a süllyedő cukor szint kényszerít bennünket, hogy együnk. És akkor elég sokáig, órák hosszig tart, ameddig nagy nehezen a máj neki kezd keton testecskéket gyártani. Tehát ez a kedvező időpont, ez csak éjjel történik meg, és ez is csak azért, mert az alvást megvédő hormonok megakadályozzák, hogy nyugtalanságot érezzünk az éhség miatt. Tehát ezt a bónuszt, ezt az előnyt reggeltől fogva ki lehet használni, és akkor egész nap egyszerű nem enni. Amikor én fuvarozok és úton vagyok, régen arról kellett gondoskodnom, hogy valamikor már 3-kor indulok, és 5-kor már kezdtem valamit enni. És most tényleg nagyon jó, hogy ezzel egyáltalán nem kell törődni. Viszek magammal egy üveg fűszerteját, és abból kortintok napközben, és nincs energiahiány. Tehát igen sokszor az a fáradtság rájön az emberre, amikor az éhséggel együtt járó fáradtság, ezek mind nincsenek. Tehát igen-igen simán egy 14-16-18 órát át lehet dolgozni, szervezetileg terhelő, a fizikai munkával is, és nincs energiahiány. Tessék ezt kipróbálni, és csodálkozni fogtok, hogy ahogy a nap telik, egyre kisebb lesz a cukorszint része, nem érezzük, mert nincs gyorsan süllyedő cukorszint, és a máj átveszi az ellátást, és ez nagyon sok energia potenciál tartalmaz. Tehát nem fogunk reszketni, az éhségtől nincs éhségérzés, nincsenek azok a tünetek, amikor a cukorszint elkezd veszni, amikor a cukorszint kisebb lesz. Az idegrendszerünk főleg
differenciál mérőképességű, ami azt jelenti, hogy mindig egy előtte lévő és egy utána lévő állapotot mérnek. Tehát amikor a cukorszint rohamosan süllyed, akkor erős az inger, hogy együnk. Amikor a cukorszint lassan süllyed, tehát amikor egy jó ideig már nem ettünk, utána talán ti is tapasztaljátok, könnyebb kibírni élés nélkül. De így, hogyha az éj előnyeit mellénk vesszük, és így kezdünk neki a napnak, akkor nagyon egyszerű. Meg fogjátok látni, hogy az éjség érzés igen sokszor szokás is, tehát mi, hogyha uzsonnázni vagy reggelizni szoktunk, akkor olyankor ránk jön az éjség, és szinte az ember nem tudja elképzelni, hogy fűszerteával ezt le lehet oldani, de lehet. Tehát igen egyszerűen, amint éjségérzés van, fűszerteát inni. És meg fogjátok látni, hogy ez nagyon egyszerű. Ahogy halad a nap, úgy egyre egyszerűbb lesz. Tehát úgy egyre kisebb a cukorszint. Én 3 napot próbáltam egymás után, a 3. nap egy kicsit kritikus, akkor az ember nagyon szeretne valamit enni. Nem is úgy, nem is éjségérzésből, hanem hogy mondjam, ilyen mély érzés van, hogy na most már éhetnék valamennyit. És a 3. nap közepén volt ez, és amikor ezt is fűszerteával átléptük, akkor már nagyon-nagyon egyszerűen megy, és teljes normális munkát lehet végezni. Most a rákcsoportban ismerik olyan szakembereket, akik ilyen koplalási heteket rendeznek, és azok 30 és 40 kilométert mennek minden nap. Tehát úgy a szervezetet nagyon jól be lehet indítani, és az anyagból, a szubstanciából fogyni így nagyon egyszerű. Tehát úgy többet lehet fogyni. Hogyha találkozik a energia nem bevétel, tehát a tartalékokból való energiamerítés és a saját szervezet energia fogyasztása is. Tehát a két dolog találkozik, az nagyon kedvező, mert akkor gyorsan le lehet adni a súlyt. A mellékhatása ennek a méregtelenítés. Tehát mi tudjuk, hogy főleg alumínium, most nemrég láttam a dr. Klinkhardtól egy előadást, és tényleg szörnyű mennyiségű alumínium van a levegőben is, permetezik ránk, és a környezetünkben is. De nem csak ez, hanem ólom és kádmium nehéz fémek. És ezeket a fémeket, ezek a fémek leadása is egyszerűbben történik, hogyha anyagot vesztünk. Tehát az anyagvesztés, a súlyvesztés párhuzamosan működik a méregtelenítéssel. Ehhez esténként egy teáskanál ceolitot be lehet venni. Ez ilyen vulkán eredetű kőanyag, amelyet nagyon finoman őrlik, és ez a kristály struktúrájában fémeket be tud kötni és kivinni. Tehát amint fémek szabadulnak meg a bélrendszerünkben, úgy ezek megkötik és kiviszik. Tehát a koplalást érdemes kombinálni ceolit, majd fel fogom írni a videó alatt, ceolit bevétellel. Tehát ez alátámasztja ezt a méregtelenítést. A méregtelenítés nagyon fontos, ez a legfontosabb módszer, egyik legfontosabb a rák esetben. És hogyha meg akarjuk előzni a rákot, akkor is. Tehát ez mind összejátszik. A méregtelenítés, a koplalás, ez nagyon jól működik együtt. Ennyi volt nagyjából, köszönöm szépen a figyelmeteket, és sok sikert kívánok!